Szupka Magdolna honnan bukkant rá Tóth Menyhétre, és tulajdonképpen, hogy hogy próbált eljutni a Tóth Menyhéti mélységekig, hogy ugye lement oda Miskére, és akkor fölment a padlásra, és leszedette Tóth Menyhéttel azokat a szanaszét dobált grafikákat, vagy egyéb kezdeményezéseket, vagy kezdeményeket, amikor csak úgy ebek 30-adján voltak. Miért kattant rá a mai kifejezéssel? Hát jó, meg szerintem Szupka Magdolna egy szabálytalan művészettörténész volt, ugye, mert most gondoljunk bele, hogy ez az ága a modernizmusnak, főleg itt ebben a régióban, nem volt központban. Ugye ez az irracionális világnak, ugye most mindegy, hogy szürrealizmusnak nevezzük, vagy szimbolizmusnak, vagy elvonatkoztatott ilyen, az mindig gyanús volt a hatalom számára. Most megmondom őszintén, ugye, hogy a konstruktív művészetet sokkal könnyebben legalizálták, eleve, hogy alapból egy baloldali mozgalmi avantgárdból eredt. Na, de azért most itt álljunk meg, mert azért 47-ben a Galéria négy világtájhoz kiállítást betiltották, pedig az nem volt más, mint szintista konstruktivizmus. Jól van, de volt az a fajta lájtos, modernista, ugye az a fajta geometrizáló dekadens kapitalizmus jelképe volt az absztrakt, meg az avantgárd. Hát most hosszan beszélhetnénk arról, hogy hogyan tettek finoman engedményeket, és akkor hogy persze mindenki figyelt arra, hogy Lukács György mit mondta, hogy mi az az objektív igazság, vagy az, hogy a polgári, ugye kapitalista, meg mégis dekadens. Most igen, nagyon jó kifejezés, hogy azoknak a formalizmusát és a formatörekvését, hogy hogyan lehet progresszív módon beemelni a szocialista realizmusba, ugye ez egy külön ilyen komoly brosúrák és tanulmányok, sőt, konferenciákon is ezen vitatkoztak, hogy mit lehet és mit nem. Ugye ez a geometrizált figura, ez adott egy keménységet, ez majdnem, hogy néha militáns volt, és most nagyon furcsa dolgot mondok, amikor a Barcsai mozaikját megnézzük, ott a Barcsainál az volt a fantasztikus, hogy aranyló háttérre mégiscsak reflektált az ottani szerb ikonokra, a Szentendrének arra a világára, amit Vajda, Kornis, Bálintendre, ugye ők, akik tovább éltek, azok ilyen majdnem, hogy belső emigrációban dolgoztak, és hogy ő meglágyította ezt a szociált, és adott neki egy ilyen ikonszerű, inkább a misztikus irányba terelte. És na de azért, mert az figurális volt. Figurális. Így aztán be lehetett dumálni, hogy ez nem dekadens, hanem ez figurális. Hát igen, de én nagyon jól emlékszem arra, amikor ugyanúgy középiskolás voltam, és akkor már az ipartervesek kiállítására is jártam, és hát most ez a tűrtiltott támogatott, ugye, azért ez mégiscsak arról szólt, hogy itt a vízfejű Budapesten mi történik. Az, hogy most Tóth Menyhét mit csinál Miskén, azt nem tudom, hogy ugye az mégsem, arra mégsem fókuszáltak. Ráadásul ő egy introvertált, visszahúzódó művész volt, ugye, sőt, hát már ott helyben sem nagyon tartották művésznek, ugye. Valójában ez valljuk be őszintén, hogy az, amikor már tényleg fontossá vált, az akkor már 70 körül történt, amikor már odafigyeltek rá, és ahhoz kellett az, hogy azért már meghívták művésztelepre, hogy itt-ott már megjelent egy-két kiadványban, művészeti folyóiratban egy-két reprodukciója, már beszéltek róla, és itt van a művész kollégáknak a felfedezése, hogy egymás között már beszéltek róla, hogy amit ő csinál, az nem a fogpasztak felkenése. Ugye most nem akarok neveket mondani, van, aki még él, van, aki már nem, de azért voltak olyan gúnyolódó megjegyzések, ami lehet, hogy nem lett leírva, de az, hogy valamelyik kulturális vezető, akár művészettörténész vagy politikusnak egy apró megjegyzését, ugye ha acélelvtárs mondott valamit, akkor azt mindenki megjegyezte és adta tovább a mihez tartás véget. Vagyis itt nem arról volt szó, hogy ez egy kemény diktatúra vagy ilyen kultúrpolitika, hanem arról, hogy meddig lehet elmenni. És hogyha jobban belegondolunk, hogy azért
azért a modernizmusnak a bevezetése is inkább a, hogy is mondják, ezt a reformkommunisták, meg azoknak az ideológusoknak az érdeme, akik hagyták, vagy utána ezt akár később is, mint pozitívumot tudták használni. De mondjuk, amit Acélról mondsz, leszögezve, hogy egy rendkívül nagy műveltségű emberről van szó, az ő véleménye gyakorlatilag élet-halál ítéletnek számított. Tehát ha ő valakiről egy dehonestáló véleményt mondott valakinek, akkor az megnézhette magát, és az hosszú évekig. Igen, de csak a műtermében dolgozhatott. Ez is nagyon fontos, mert valójában már 70-es években ez a befolyása, most a műveltségét nem vitatom, de a befolyása csökkent, és hát 80-81-ben meg is szűnt, ugye, mert más szó szerint nyugdíjba ment, vagy visszavonult, igen, vagy igen, visszavonultatták, de még járt hozzánk is az egyetemre, ugye, és hát most ki mennyire ismeri a dolgaimat, már akkor is elég groteszk voltam, és Somogyi József titkárnője, Gizike mondta azt, hogy Józsikám, ne izguljon, mert a maga figuráin Acél elvtárs nagyon jókat kacagott. És nyugodjon meg, nincs semmi probléma. Vagyis én azt hiszem, ez a 80-81 körül volt, mint ilyen ifjú kezdő, ugye, mert 79-ben kezdtem. De akkor nem ezeket a brutális fejeket csináltad? Hát nem brutálisak, csak az alvilág, és ilyen gumibotoztak, ilyen Cerberus kutyát, meg nem tudom mi azért, ott is bele lehetett volna, vagy falanszterépítők, és ilyen fura lakótelep. De nem jutott a cél eszébe, hogy másodlagos jegyeket keressen. Hogy a falanszterépítők, talán a lakótelep építők. Szerintem értette, mivel hogy ő tudta, miről van szó, csak hát szerintem az az időszak már mozgóvilág megjelent, 70-es években, már nem akarom sorolni, hát én szerintem 75 után már ez, és nem véletlenül, hogy 76-ban volt ott megyett kiállítása. Most erre hogy került sor? Tudsz erről valamit? Ki vetette föl? Mert azért nem is akárhol volt a kiállítás, Műcsarnokban. Hát ez Subka Mannának egy 10 éves munkája legalább, és emlékszem, hogy mindig emlegette, hogy Gajdócsi, utána néztem valami megyei pártitkára, nem tudom ki most. Bács-Kiskun megyébe talán. Na, pont, hogy a Gajdócsina el kell intézni, és a filmen is jól láttam, hogy a Posga Imre az, aki... Oda ment gratulálni. Igen, oda ment gratulálni, de nem véletlenül, mert Posgainak már a kulturális szférában befolyása volt, ugye később pár évre rá ő is ő lett volt a kulturális miniszter. Kulturális miniszter lett, és akkor az ő befolyása is kellett hozzá. Most ezt, hogy kit kivel, és hogyan, és kit kellett meggyőzni, ezt nem tudom. A Subka Manna mondta, hogy ez megpuhítani kellett embereket, és a végén sikerült. És az egészben az a legfontosabb, hogy az oldalszárnyban volt egy Paul Klee kiállítás, ilyen nagyon finom kis rajzok, akvarellek. És ugye az nagyon érdekes volt, hogy még vita is kerekedett, ugye, hogy az a modernizmus, meg a mi modernizmusunk, vagyis akkor a Tóth-Mennyért hirtelen a régiónak egy fontos emberévé vált azáltal, hogy, és az, hogy ez hogy véletlene, vagy nem, de ez őrült izgalmas volt, hogy az, ugye azért a Paul Klee az egy már akkor a legfontosabb modern művészekhez tartozott, sőt egy ilyen, úgy is lehet mondani, hogy a pedagógiai munkássága, a Bauhaus múltja meg... Tehát egy emblematikus. Tehát egy olyan, aki magát a modernizmus képviselte, és annak is egy ilyen nagyon szabadon kezelt, ilyen félabsztrakt figuratív világát, és így valamilyen értelemben valahogy szimbolikusan megerősítette Tóth-Mennyhírt művészetét. Én azt éreztem. Szóval úgy érezték, hogy a Műcsarnok most, ugye azért volt 72-ben nagy Chagall kiállítás, azért történtek dolgok a Műcsarnokban, de itt úgy valami pezsgés volt és vita. Az az igazság, hogy a kisképzőben egy tanára szemben még én is elkezdtem vitatkozni, hogy Tóth-Mennyhírt igenis fontos. Mert azért voltak ellenlábasok is, hogy ugye ezt a fajta formaalakítást, amit ugye, hogyha a naturalizmushoz hasonlítjuk, akkor deformációnak lehet mondani, torzításnak, és ezt sokan zokon vették, ugye azt, hogy a nagy illúzió, a nagy realizmus, a szocrealizmus, vagy a naturalizmus, a mimézis, a valóság ábrázolásának ez a realista
felfogása, ez azért még benne volt az emberekben is, azért 76-ról volt szó, sokan fölháborodtak, hogy hogy lehet ilyet kiállítani egyáltalán, nem, hogy az egész műcsarnok tele van vele. Az az érdekes, hogy hát ugye Pozsgait említetted, meg hát én is említettem, hogy ott gratulált neki, de ott nem is Pozsgai volt az igazán érdekes és tulajdonképpen számomra váratlan szereplő, vagy legalábbis a kiállítás nézői között, hanem Kálai Gyula. És Kálai Gyula, aki azért Pozsgaihoz képest egy vonalas baloldalinak, kommunistának számított, míg Pozsgai bizonyára már akkor is a népies szárnyhoz tartozott. Kálai Gyula, ugye, aki annó még 58 előtt Nagy Imréhez ment tárgyalni Sznagovba a párt képviseletében, tehát, hogy ő, mint ilyen komoly, hogy mondjam, vonalas kultúrpolitikus is részt vett, ez végképp egy zöld utat adhatott Tóth Menyhértnek, meg az ő megítélésének. Hát igen, ez most nem akarom ezt az évet ilyen jelképessé tenni, de én arra emlékszem, hogy 78-ban, még akkor Acél letelefonált a Fiatal Képzőművészek stúdiójába, hogy ugye ő a francia irányba orientálódott, igen, a műveltsége, és mindig Czóber Bélával ment fogadni a francia kulturális vezetőket, a küldöttséget. És letelefonált a Fiatal Művészek stúdiójába, most 77-78, nem tudom, de akkor az új művészet is úgy jelent meg, hogy tessék avantgardot csinálni. Vagyis, hogy nem az, hogy szabad, hanem tessék. És a műcsarnokban utána tényleg volt egy olyan kiállítás, ahol a Vajda Lajos stúdió, Evzámbó, Felugosi, Vahorn. Igen, Vahorn, akkor a Elkazovszki, meg lehetne sönni, a Fiatal Képzőművészek stúdiója egy nagyon szabad kiállítás volt, és tényleg ez a, hogy a művészetnél is, a művészet folyóiratnál is elkezdtek olyan külön számok megjelenni, mint hogy Tóth Menyhért külön szám is volt a kiállítás után közvetlenül. Ez 76 év végig a decemberi szám. De előtte már volt nagyon finoman, emlékszem, hogy kezdődött az, hogy Barcsai, Kornis, és itt tovább, így finoman haladtak. Akkor Szalai Lajos, Vajda Lajos is a környékén jelent meg, amikor a Tóth Menyhért. Na most ezek azok a művészek, akikről ugye a Mándi Stefánia Vajdáról egy ilyen kis monográfiát valamikor írhatott a 60-as években, mert azért tudták, hogy fontos, de nem volt kultusza. Nem véletlenül vették fel a Felugosi Lacáék, az Öcsikéjék a Vajda Lajos stúdió nevet, mert számukra az egy progresszió volt, a Vajda Lajos művészete. És hát itt volt Magyarországon, itt őrizték, sokszor főleg magángyűjtők vásárolták, ugye, de hát azért megőrizték a hagyatékot a múzeumokban is, de hát akkor az ember nem láthatott Vajda Lajost a múzeumokban. Még nagyon sok. Hát az európai iskolásokat. Te rendekezed a szíved, de ma se nagyon lát. Ma se nagyon lát. Hát ki kell menni Szentendrére. Jó, hát ott. Nagyon rossz állapotban van a Vajda gyűjtemény. De nézd meg a Nemzeti Galériát, hogy hány Vajda Lajos kép van. Most az állandóra? Igen. Én nekem most volt egy ilyen kis... Vagy nem tudom, csak látatlanba gondolom, hogy hány Tóth Menyhért van egy terem, és azért mondom hitelesen, mert én kiállíthattam egy szobromat most, ez ilyen kontextusba hozni a Máta múlttal, és én azt választottam, hogy Vajdának van egy ikonos képe, akkor itt egy Ámos Imre. A felmutató ikonos önarckép ez a... Amin az nem, az, amikor egy ilyen orhideaszerűt tart, aha, egy ilyen nagyon szép sziluettes körvonal. Akkor, amit említettem, ez az ezüst gnóm, ami egy ilyen nagyon finom ilyen szén és ecsetrajz. Van. Azért most felmenjünk a Nemzeti Galériába, minden korszak képviselő. Ugye most volt Kassák év, rengeteg ugye az akkori ilyen aktivista művészetnek is van terme. Nem, mi Nemzeti Galériában most szépen így kronológiai sorrendben teremről teremre haladhatunk, és ezek képviselve vannak több munkával is. Amikor vége volt a 76-os műcsarnoki tárlatnak, utána nem sokkal Cagnes-sur-Mer-ben, ami egy emblematikus hely volt a francia festők számára, meg Ripironai számára is, akkor ott volt kiállítása. A franciák hogyan fogadták ezt a művészetet, amit ott megnyerték? Hát
Na most itt főleg az a probléma, hogy ugye még nem volt internet, mert akkor egyből földobták volna, hogy mi jelent meg odakint, lefotózzák az újságokat, vagy beszkennelik, hogy sokan mondták, Subkamanna is, hogy nagyon elcsodálkoztak, és úgy fogadták, hogy egy modernista, ilyen doajen, aki ugye már akkor már 70 éves elmúlt, hogy volt sikere, de hát ez itt erről nem nagyon tudtak. Akkor a többi külföldi kiállításán is, ugye amikor mondtam, hogy most mondani kellene azt a nevet, ott is egy kastélyban, egy belgiumi Brüsszeltől nem messze volt egy kiállítása, és ezt már említettem, hogy ott a nagy belga Perméke, aki ilyen robusztus munkás embereket, parasztokat festett, hogy az ottani kurátor, múzeumigazgató, aki publikált is erről a kiállításról, ő ahhoz hasonlított a Permékéhez, aki számunkra egy ilyen, ugye hát most, hogyha van hát a belga, annak a kultúrkörnek, a belga kultúrkörnek a egyik nagy-nagy emblematikus művészéhez hasonlította. De ezeket a külföldi kiállításokat innen rendezték, nem? Tehát mindig kiment egy magyar. Hát abban az időben úgy rendeztek kiállításokat, hogyha valakit helyzetbe hoztak, és ez fantasztikus volt, és most azt, hogy ez mennyire köszönhető Tóth Menyhértnek, meg mondjuk a Posgainak, aki erre rábólintott, és ugye amikor volt egy nagy emlékkiállítása a Tóth Menyhértnek, akkor én Posgaival beszélgettem, így a kiállításon, ez az Aulik utcában volt, ez az Aulik ilyen tőzsdeügynökség, igen. Kiállított el. És ott az egész földszint, ami így szépen így márványa be volt burkolva, meg volt hely tényleg megfelelt galériának, és ott volt egy Tóth Menyhért emlékkiállítás, és akkor arról, hogy igen, a Posgai akkor Posgai Imre akkor ezt magáévá tette, vagy megértette, és továbbra is segítette a Tóth Menyhért kiállításokat belföldön, külföldön egyaránt. A halála évében a Velencei Biennálén is kiállították. Most elmondtad, hogy a franciáknál tulajdonképpen nagy meglepetés volt, de ha valaki a Velencei Biennálén képvisel egy országot, az azért egy nagyságrenddel magasabb. De én úgy tudom, hogy a Velencei Biennálén nagyon sok művész csoportos kiállítás volt, és ezek a kiállítások, ezek azért nem okozhattak sikert, mert a Velence akkor dúlt a neoavangardizmus, sőt, tehát az volt a mainstream, és hát ezek a munkák általában azért nem publikáltak, és nem foglalkoztak ezzel, mert egész Kelet-Európát úgy ítélték meg, és ez sajnos ez a billog rajta van a keleti kulturális világon, hogy a megkésettség, az, hogy ez inkább már az előző évtizedeknek a modernizmusa, sőt, még régebbre téve. Ja, hogy mi kelet-európaiak évtizedekkel vagyunk lemaradva, igen. És most hozzuk azt, amit ők 30 éve korábban igen, már. Igen, ebben vannak féligasságok különben, ez nem erről van szó, de... Az mondjuk, amikor a Malevics négyzet hatására Barcsai a 90-es években megcsinálta fekete alapon fehér négyzetet, akkor ez... gyakorlatilag igazolta. Ez így egyszerű, mert az azért mégiscsak egy olyan izmus, ugye a szuprematizmus, ami a Malevicsnél van, ami egy véglet, ez egy ilyen, nevezzük így, egy ilyen eszencialista, absztrakt, tele ideával és ideológiával, azért gondoljunk bele, hogy mondjuk maga Malevics volt az, aki nem annyira a forradalmi művészként, nem mint ilyen aktivista, forradalmi, kommunista művész volt, hanem ez a szupréma, ez egy ilyen, majdnem, hogy ilyen régi-régi, ilyen a geometria, mint eszencia, mint egy ilyen pütagóreus világ, hogy mint ahogy a szám, a geometriai forma, a számsorok, a zenei tökéletesség, meg a megformálás tökéletessége, az nem vonatkozik erre a absztrahálásra, hanem az egy azonnali ilyen tiszta eszenciát kifejezni, legalábbis annak a szándéka. Nem, hanem itt valami olyasmire gondolok, hogy ugye az, amikor már ilyen az akcionizmus, a tasizmus,
a gesztus festészet, meg az absztrakt expresszionizmus, hát gondoljunk bele, hogy ennek már az 50-es években megvolt a nagyon erős, ugyanúgy akkor áttevődött Franciaországból Amerikába. Ez egy ilyen, még azt is lehet mondani, hogy ez egy ilyen, az a gyorsuló idő, ami a kapitalizmus sajátossága, és mi azt nem éreztük, az ott így ment, uh-huh. mert tényleg szinte évente mindig újabb és újabb, akkor nem beszélve itt a mi kis szomszédságunkban, ugye a bécsi akcionizmus, ami már annyira radikális volt, ugye, hogy ott a képnek a megalázása, pusztítása, roncsolása, szétszedése, elégetése, és utána ugye az ember elmocsarasítása, ugye itt a Hermann Nietzsche-féle kiállítás is ilyen megkésve nálunk a Kiscelli Múzeumban, hát az mind a hidegháborús korszakban, az 50-es években történt. És a Velencei Biennálé sokkal visszafogottabb, nem olyan, mint mondjuk a Kasszari Dokumenta, meg a több ilyen, ami már inkább tényleg kifejezetten avantgárd, neo-avantgárd fórum, azért ott nem is értették, és az, hogy Tóth Menyhért egy-két munkával szerepelt, és nagyon sokan, Kokas Ignáztól kezdve, Kondor Béla, nagyon kivittek egy ilyen nagy válogatást, ugye az nem tudták kódolni szerintem, meg nem is érdekelte őket, hogyha őszinte lehetek. Gondolom, hogy oda az ilyen típusú képek mentek, nem? Amelyik aztán döntően jellemezték Tóth Menyhért munkásságát, és mondjuk nem a itt látható egyik oszlopon, amit te a megnyitódban is kiemeltél, hogy az oszlopokon nagyon érdekes képek vannak. Ugye itt van ez az orosz katona, vagy szovjet katona, nem tudom pontosan most milyen címe van, gondolom, amilyen történelmi. Nincs címe. Vagy nincs címe. Sőt, a másik oldalon is van egy festmény, úgyhogy ezt nehéz megmondani. Mm-hmm. Na most de ez az orosz katona, ez hogy jött? Ez teljesen elütt Tóth Menyhért többi alkotásától, legalábbis a mint ezen a tálatomban. Hát igen, mondjuk ez nagyon érdekes, mert ezek ilyen ambivalens képek, úgyhogy ez nem azt jelenti, hogy egyfajta allegórikus, ilyen szimbolikus, ilyen heroizmus, vagy egy ilyen, egyfajta ilyen idealizmus, mert azért ott van egy fura fehér maszk, ami inkább olyan, mint a hogyha az ember így belegondol, mint hogyha az alvilágból jött volna egy szellem, és akkor... Szóval én úgy értem ezt az ambivalenciát, hogy nagyon tisztának érzem ezt a festészetet. És ugye, hogyha ha lehet azt mondani, hogy nincs direkt módon, ez a groteszkség, ez nem bántó, amit ott Menyhért művészetében benne van, de azért... hogyha már Paul Klee-t említettem, ugye, és hogy a jó és a rossz, amelyek lehet, hogy küzdenek egymással, de kiegészítik egymást, a Tóth Menyhértnél is jelen van az, hogy néha a groteszkben rejlik az, amit én úgy mondok, hogy ilyen elnéző vagy együttérző kritika. Amikor az ember, ugye én a groteszknek sokféle kategóriáját érzem, főleg a kelet-európai művészetben, itt a magyar régiónál is azt érzem, hogy az abszurd, most a Kafkától kezdve, hogy a Hrabálnál is ez a Hrabál is egyszerre groteszk, egyszerre nagyon emberi. Ugye ez a plebejusi kifejezés, ami pejoratívvel jön le, alacsonyítónak tűnik, de hát ha belegondolunk, a kisembernek az érzése, ami ugye a kisember érzésének a felemelése. Na és hogy most visszatérve a Velencei Biennálére, hogy nem érthették ezt, mert hogyha az antenna mást fog, mást akar, mást vár, ugye a nyugati művészet, akkor azt miért fognák fel? Ez a legnagyobb szerencse, hogy hát ha most belegondolok, hogy Hrabál az életrajzát írja, és az esetlen, csetlőbotló ember, ami tipikusan ennek a régiónak a sajátja, akár ha belegondolunk a közép-kelet-európai színházművészetnél. Most mondjuk az abszurd, hogy az abszurd az mennyire jelen van, vagy most őrkéntől kezdve lehetne sorolni akár a magyar irodalomban is. Na most képzőművészetben ilyen értelemben is nagyon fontos Tóth Menyhért, mert ez a groteszk világ, mert valamennyire még Kondor Bélánál már valami van, amikor az esetlen, ugye, hogy a Piéta
ott a keresztfa tövébe bakancs van, vagy valami, hogy ami egyszerre a kisember, de nem lehet azt mondani, hogy ez most egy ilyen munkásmozgalmi feszület. Na most ugyanúgy a Tótmenyhértnél is benne van ez a kettősség, hogy nem heroizálja a dolgokat, de a groteszkben mégiscsak van valami felemelő. Hát most erre a groteszkre itt is van a kiállításon egy példa számomra, lehet, hogy ebben te nem értesz egyet, amikor a Lenin portréból bölcs lett, hogy tulajdonképpen megfestett egy emberi arcot, ami állítólag ugye Lenin portrénak indult, aztán pedig nem tudom miért megváltoztatta a szándékát, és akkor lett belőle egy bölcs, de én azért minél tovább néztem ezt a képet, mondtam is neked itt a beszélgetésünk előtt, én azért a homlokán meg a szemén föl tudtam fedezni Lenin arcvonásait. Igen, de ez a többi részére az ez a kép, ez nem a Lenin, ami itt van. Nem? Ez nem az a kép. De valamelyest se hasonlít részben. Arra a bölcsre? Hát az, hogy ilyen apró szeme van, de itt van egy ilyen nagy vízfejű, annak is apró szeme van, nem? De én a logikát értem. Az egésznek az a lényege, és itt van ez a furcsaság, hogy ugye abban, ami akár az őskommunizmus, vagy a bibliai, amit mondjuk most lehet, hogy fura dolgot veszek elő, hogy az a fajta együttérzés az emberrel, ugye a kommunizmusban van azért egy olyan idealizmus, ami még valahol a krisztusi tanokkal is találkozik, ugye, hogy amikor a szamaritánus történetek. Most lehetne akár az ószövetségi példabeszédekből is kiindulni. Na, sok idealizmusban a kommunizmusban, az kétségtelen. Hanem az, hogy az mivé vált, na most az egyszerű ember... De az, hogy nem számol az emberi jellemmel egyáltalán. Az az igazság, hogy így is lehetett becsapni az egyszerű embert már valamilyen értelemben, mert olyan szép idea van, de ugye mivel, hogy az ateizmus és az anyagelvűség, ugye a tudományos marxizmus által, ami még az embert is termelő erővé absztrahálja, ugye azért ebben mégis nincs köze ahhoz, nem personális, nem személyes. Nincs benne az, hogy a személyhez lehajolni. Hát itt van ez a torzulás, ugye, hogy valami elindul, és milyen torz irányba megy. Na de szerintem Tótmenyhért hitt ebben, hogy az, ami a franciáknál is az a liberális ide, hogy minden ember egyenlő, vagyis nincs az, hogy valaki alábbvaló, csak azért, mert egy szegény világba született, és egy rossz háttérrel is van, aki meg ugye arisztokrata. És ilyen értelemben el tudom képzelni, hogy, és van is erről írásos, meg sok egyéb feljegyzés, hogy ugye amikor az ember magára erőltet, hogy hinni akar, hiába látja a borzalmakat, azért az a felszabadító orosz katona, hát igen, legyen, sok kint keservet okozott, meg szörnyűséget művel, de mégiscsak felszabadító, fogadjuk el, próbáljuk. Uh-huh. Ez majdnem egy ilyen humanizálási, ez is egy felemelése annak, vagyis hogy ő próbálta olyan, mint amikor az ember annyira persze naív módon jóságos, hogy próbálja mindezt pozitív irányba terelni, idealizálni. Annak ellenére, hogy nyugodtan lehet mondani, hogy ő is egy becsapás áldozata lett. Most szeretnélek három idézettel szembesíteni. Igen. Az egyiket Szalai Lajos mondta, Mennyus szörnyen nagy művész volt, művei a szóvá nem tehető, csak megművelhető élmény, képé varázsolt valósága. Hát igen, ez a szöveg, ez tipikusan egy művész szöveg ellentmondásos Szalainak, hogy képé varázsolt valóság. Ugye ez azt jelenti, hogy ugye most már nagyon jól tudjuk, hogy a valóságnak csak olvasatai vannak, vagyis valóságok vannak. Itt ez még az a fajta dolog, hogy ugye lehet mimézis, de itt van az, hogy teremt. Vagyis, hogy idealizáltatót mennyitet, és joggal, mert valójában egy új kozmoszt, egy új művészi világot, egy világképe is van ilyen értelemben Tótmenyhértnek, ahol egyszerre van panteizmus, ugye az állat, ember, növénynek egyfajta kozmikus ilyen kohéziós erő, valami univerzális, ugye, és itt van az érdekesség, hogy ízig-vérig modern művész Tótmenyhért, mert ez az univerzalitás, ez nagyon kettős, mert ott van az egyes ember, a personális, hogy a macska, ez az állat, a tyúk,
És valahol még mítikus is, mert összevonja, ugye amikor az egyszerű falusi ember együtt él az állatokkal, meg hogy a növényt termeli, begyűjti, hogy az egészet úgy összetartja, egyé tartja, és Szalai Lajos emiatt nagyon tisztelte Tóth Menyhértet, mert hogyha belegondolunk, a szalai rajzművészet egy nagyon finom, rezgő háló, ami tipikusan sajátos, de hogyha jobban belegondolunk, és nem véletlenül illusztrált Szalai, hogy nagyon erős az az elmesélő narratíva, még akkor is, hogyha nem illusztrál, mert annyira a vérében volt az, hogy szó szerint, amikor a Dosztojevszkijt illusztrálta, a Bibliát illusztrálta, meg most lehetne sorolni azokat a nagyon komoly önálló grafikai lapokkal, igen, de amikor kifejezetten önálló grafikai lapokat csinált, akkor is volt egy története, egy narratívája. Na most a Tóth Menyhértnél meg az van, hogy a történet az része a képnek, de ilyen nagyon emblematikus, majdnem, hogy ikonszerű egyszerűséggel van megoldva. Most a második idézet, az Földi Péteré, azt mondta, Tóth Menyhért úgy élt, mint egy egyszerű falusi ember, megmunkálásának ritmusa olyan, mint ahogy a falusi ember a kertjét műveli. Szimbolikus absztrakcióját mi sem jellemzi jobban, mint hogy úgy teremtett teret, hogy közben síkba festett. Hát igen, ez is egy művésznek a jelkép. Ugye a Földi Péter Somoskő újfalui parasztgyerek. Valójában ő is egy falusi lény. És most mondok egy olyan történetet, hogy 76-ban többször elmentem a műcsarnoki kiállításra, és én láttam Tóth Menyhértet, 16 éves voltam, nem mertem oda menni. És egy ember oda ment, Földi Péter. És én utána Földi Péterrel 80-as években találkoztam, már Tóth Menyhért halála után jó barátok lettünk, ki is jártam Somoskő újfalura. De ezt azért mondom, hogy a Földi Péter nyilván oda ment, mert a mesterének tekintette Tóth Menyhértet. És hát gondoljunk bele abba, hogy amit a Földi Péter mondott, ő tényleg átérezte, mert ő ugye nagyon színesen fest, nagyon tisztán, de viszont ez az impasto, ez a vastagon kenés, ez a festéknek ez a szinte domborulata, ugye, és itt van az, hogy a síkban festés, és mégis plastikusan, ez egyszerre ez a haptikus tapintási inger, hogy szó szerint majdnem, hogy meg van mintázva a kép, ez arra is utalhat. A másik meg az, hogy ilyen mágikus jelen valóságot is teremt. Bármennyire elvont ez a kép, van benne valami jelen valóság. Ugye, ha az ember vastagon keni az anyagot, akkor szerintem az ember azt mondja, hogy persze, oké, plasztikus. De az, hogy az élő is legyen, és vibráljon, és lüktessen, vagyis, hogy van benne egy olyan fajta dolog, ami hogy van testisége a munkának. Vagyis, hogy az ő elvonatkoztatása az ugyanúgy egy ilyen erősen biomorf élő valami. És ugye Földi Péter is erre törekszik. Én szerintem itt a sík és a térre, ez egyszerre szimbolikus is. Ugye ez kicsit olyan, mint az, hogy az életet kifejezni egy másik, egy költői léttel, egy élettel, egy ábrázolással. És te nem sajnálod, hogy nem mertél oda menni? Egy életre szóló találkozást szalasztottál el. 16 éves gimnazista voltam, én egy ilyen, én most így beszélek, de én egy nagyon hallgatag, introvertált ember voltam. Azt, hogy elkezdtem tanítani, röpke negyed évszázad alatt megtanultam beszélni, de én egy nagyon visszahúzódó gyerek voltam abban az időben. Na, akkor mondok egy utolsó földi idézetet. Azt mondta, egy képnek belülről kell sugároznia, erre Rembrandt volt képes, és rögtön utána kell említeni Tóth Menyhért nevét. Ő ugyanis a művészek elől mindent elfestett. Nehéz lesz utolérni azt a mélységet, gazdagságot és elhivatottságot, ami rá jellemző volt. Ez nagyon igaz, és pont amikor még nem jutottunk el odáig, hogy ez a fehér ízzás, ez a fehér felé, hogy... Ugye, hogy megszűnnek az árnyékok. Jó, persze, biztos van vetett árnyék itt-ottam ott. De hogy fehérednek, akkor ezt még maga a Tóth Menyhért is mondta, hogy nem kell glória ezeknek az embereknek, mármint a paraszt asszonyoknak, férfiaknak, mert ők belülről kezdenek világítani. És ugye az az impasto, hogy a Rembrandt megfestette, hogy a fények rézsűt bejönnek,
Ugye, és hát most, amikor egy ilyen rabbi ül egy ilyen falnál, és akkor majdnem, hogy csak egy árnyék, ugye, Rembrandtnál is van egy ilyen kettősség, hogy néha tényleg a külső fény, a súlló fény, ami ilyen klasszikus, már Caravaggiótól kezdve lehetne, hogy ez fokozatosan ez így kialakult, de Rembrandtnál vannak olyan képek, főleg a kései munkák, ahol már az ember elbizonytalanodik, hogy ez a fény, az már lehet, hogy az emberből jön. És ez a párhuzam, ez azért jó, mert ez az impasztó, ez a vastag anyagkezelés, ez pont, hogy dematerializálási folyamat, ezt most úgy akarom mondani, hogy anyagtalanná akar válni, hogy világító bázis, és ugye a hagyományos festészetben az, hogy amikor az ember fölteszi a csúcsfényt, mondjuk az orrhegyére, vagy a homlokra, vagy az arcsontra, az pont, hogy sok anyaggal teszi. És ez a kettősség, hogy minél, hogy az anyagtalanság irányába ment Tóth Menyhért is, de egyre több anyagot használt hozzá. Ha már a Fehér Izás című filmet ismételten szóba hoztuk, ugye meg ezt a fehér korszakot, ugye ő a fehéret a színek királyának tartotta. Legalábbis így nyilatkozott egy alkalommal, ami nekem azért is érdekes, mert amikor én még fiatalabb koromban a tévéhíradóban megcsináltam Gyarmati Tihamérnek a fekete-fehér kiállítását, ami a Budapest galériában volt még, akkor pont Gyarmati mondta nekem abban a riportban, hogy a fehér és a fekete a színek királyai, tehát ez egy nagyon lényeges, hogy az ember ne csak mindig színekben gondolkozzon. Hát igen, ám, de hogy színekbe gondolkoznak. Na jó, úgy. Értem, tehát de nem hát a többi színben. A Tóth Menyhért úgy magyarázta, és azért mondta így egy kicsit ilyen kvázi tudósként, ugye, hogy az optikai színkeverés által, a gyors forgás által egy halvány szürke, majd fehérré válik, vagy ahogy a prizmán megtörnek a fények, és utána új. Szóval a tudományos különböző optikai és egyéb ilyen kutatások alapján magyarázta, de ezt csak azért mondtam el, hogy mondjon már valamit, mert ez inkább egy mágikus, misztikus irányba menő dolog, ez a fehérség, ugye ez kicsit olyan, hogy a régen fehérben gyászoltak. Ebben a régióban is, még a 19. században még azt hiszem a fehér volt, hogy a fehérnek, a tisztaságnak annak van egy olyan jelentése, ami kicsit olyan, mintha az ember a nirvána felé menne. Hogy sőt, még ebbennek van egy olyan furcsa, hogy ez mintha mindent feloldozna, vagy a nirvánát úgy értem, hogy amikor a teljes megtisztulásnak az állapota. És szerintem Tóth Menyhértnél ez a sokkal inkább szimbolikus, mint egy ilyen gyakorlati, optikai és egyéb ilyen tudományos magyarázata lenne. Mikor kezdte Tóth Menyhértet a műgyűjtés felfedezni? Ugye azt tudjuk, hogy Deák Dénes volt az egyik, aki hát igen, az első vevői közé tartozott. A győri, kolozsvári. Hát szerintem, akiknek volt szemük, már hogy így egyszerűen kifejezve a művészetre, azok tudták. Akiknek tényleg volt érzékük, hogy mi a fontos, és tényleg valami olyasmit éreztek meg, hogy ugye most a vizuális művészet, a festészet az a formán nyugszik, de és az ember kínjában azt mondja, hogy mi van a formán túl, hát persze, hogy a forma hordozza, a forma minősége, ugye most újra azt mondom, és itt nem vallási alapon való transzcendencia, hanem az, ami túlmutat, hogy a képnek olyan ereje van, ami túlmutat valamire, életformára, hitre, kozmoszra, életre, halálra, sok mindenre. Ezt most nehéz megmagyarázni, mert ugye most verbálisan ezt így körülírni, de az, hogy a kép valami olyasmit hordoz, mint egy ilyen gyűjtőedény. Szó szerint, mint egy olyan prizma, ami magába gyűjt mindent, és akkor kibocsátja. Most ezt tudom, hogy misztikusnak hangzik, de hát a művészet valahol itt kezdődik. Most azt, hogy ezt most valaki veszi az adást, vagy nem veszi, ez az érzékenység fokától függ, szintjétől, úgy érzem. És voltak emberek, akik ezt észrevették. Végleg a helyén van Tóth Menyhért, vagy még végleg a helyére kell kerülnie? Hát én régebben írtam egy cikket Tóth Menyhért kiállításról, aminek az volt a cím, hogy kisajátítva és kirekesztve. És én megmondom őszintén, hogy,
hogy mint minden, úgy sokszor a művészek haláluk után, vagy haláluk előtt újra ez a kulturpolitikai vita örlőmalmában nagyon sok minden elsikkad, nagyon sok minden túlságosan is magasra emelnek, valamit meg lent tartanak. Hát az az igazság, hogy Tóth Menyhért nincs igazán kikutatva, feldolgozva, a munkássággal eltározva, a korszakok pontosan meghatározva. Ugye még én emlékszem arra, hogy arról volt szó, hogy létrehozni egy olyan társaságot, ahol vannak művészettörténészek, művészek gyűjtők, és hogy milyen konferenciaszerűen megvitatni, és mindenki rákészül. Például a Kecskeméti forrásnál volt egy olyan külön szám, meg kiállítással együtt, ahol ilyen antológiaszerűen összegyűjtöttek írásokat, hogy Bánszky Páltól, Sümegi Györgytől, akik foglalkoztak Tóth Menyhérttel, akkor én is írtam egy... Meg sokan-sokan, a Séner Mihály nagyon jóban volt Tóth Menyhérttel, és sokat találkozott vele. A visszaemlékezések, akkor a Cár Jani bácsi, aki egy népi fafaragó volt, de a legjobb barátja volt Miskén, ő is a visszaemlékezéseket írt, akkor az egyszerű falusi emberek visszaemlékezése. Most már veszélyes, mert ugye a parasztember is szeret nagyot mondani, és az idővel azért átalakítja a múltat, úgyhogy most már nem biztos, hogy forrás értük, ha most elmennénk Miskére, és akkor beszéltetnénk az ottaniakat. De a régebbi felvételek, éppen ami ugye a filmben is, ahogy nyilatkoznak emberek, az még viszonylag olyan reális volt. Vagy abban a közegben, abban az időben, abban a pillanatban így látták Tóth Menyhértet. És szerinted ki és mikor tudja feldolgozni a teljes hagyatékot, ami Kecskeméten van, mert azért ez még várat magára? Hát a legfontosabb az, hogy legyen egy olyan művészettörténész, szakember, aki erre rááldoz mondjuk egy évtizedet legalább, mert kell annyi. És hogy ezt neki tényleg szívügye legyen, egyelőre nincs. Ugye most már annyira polarizálódott sok minden, és annyiféle újabb és újabb törekvés, izmus egyéb történt, hogy én kicsit félve mondom, de azért reménykedem, hogy lesz ilyen, de nagyon kicsi a valószínűsége, sajnos. Köszönöm szépen. Én köszönöm.